Keresztényi újjászületésünk ünneplése központi helyet foglal el a húsvéti virrasztásban. Az első századokban ekkor keresztelték meg mindazokat, akik a hitoktatás folyamán fölkészültek, és akiket az egyház méltónak találta befogadásra. A pap megáldja a keresztvizet. A hívek pedig e szertartás keretében újítják meg keresztségi fogadalmaikat, amelynek végén a pap a megáldott vízzel hinti meg a népet. Antiochiai Szent Ignác vértanú,
Perpétua és felicitás vértanú asszonyok. Szent Ágnes vértanú. Szent Gergely pápa. Szent Ágoston püspök. Szent Atanász püspök, Szent Vazul püspök, Szent Márton püspök, Szent Benedek apát, Szent Ferenc és Domonkó, Szabér és Szent Ferenc, Dianne és Szent János, Szent István király, Szénai Szent Katalin, Jézustól nevezett Szent Ferenc, Istennek minden szentjei, minden gonosztól, minden bűntől, az örök haláltól, megtestesülésed által, halálod és feltámadásod által, Szent lelked kiáradása által, mi bűnösök, hogy e vized gyermekeit kegyelmi újjászületésére megszentelt. Kérünk minden Jézus az élő Isten fia. Amen.
neked szemlélőket, az Atya és a Fiú és a Szent Lélek nevében. Most segíts egy házadra kegyesen, hogy jóságot is a meg számára a keresség forrását. A Szent Lélek Atya neked meg a részlet, egy szülöttő a kegyelmét, s a szemben, akik épp másokra adottál, hogy a keresőt kérség által az ősű szemlélő tisztára mossa, vízbődés Szent Lélekből új életre szülessék. A burukat pillanát a szájon lőtt a vízbe, a Szentlélek eleje, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizébe, élete is éljenek ő vele, Krisztus a mi úrunk által. Amen. Ti forrás vizek áldjátok az Isten, dicsérjetek, dicsérjétek és magasztaljátok, mint örök örökké. Kedves testvéreim, a kicsinyzetet a hálaló kérdésségre mindenki átelkező biztos vagyunk, hogy belejétek a rögtöfélelődjel. Ezért a nagy bőt szemlélek, napjára megtartása után új ízsúlyó kérdésségi forrásokat, ebben egy beletlenül, hogy a sátán is mindegy cselekedetünk, és megígérünk, hogy a katolikusan szentély fával Istenet szolgálunk. Amen. Éppen ezért most megkérdezzel benneket. Ellenmondod a sátán, és minden cselekedetének, és minden csábításának. Hiszen a mindenhol nagyiságban mennek is örvendelhet a élet. Hiszen a Jézus Krisztus van az egyszerű fiában, ami honnan, aki Szűz Máriából született, meghalt és letelenné, de feltámadt a halálból, és dicsőségesek az, aki az örökkel. Hiszen a Szent Lélekben, a katolikus Szentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testem örökbefogadásában és az örök életben. A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk Krisztusi Szentlélekből, és megbocsátott a bűneinket, őrizzen bennünket kegyelmével, a mi Urunknak Jézus Krisztus van az örök életben. Oh,
Üdvös testvérek, állva maradunk, a Szent Misét a hívek könyörgésével folytatjuk, gyertyát azokat van el lehet fújni. Imádkozzon testvéreim, mennyei atyánkhoz, aki Szentfia feltámasztása által új életre hívott meg bennünket. Töltsd el, Urunk, Ferenc pápánk, Csaba püspökünk, papjaink, szerzeteseink és minden keresztény testvérünk lelkét a feltámadt Krisztus kegyelmeivel. Hallgass meg, Urunk! Segítsd, Urunk, az újonnan megkeresztelteket, hogy keresztségi fogadásukhoz egész életükben hűségesek maradjanak. Hallgass meg, Urunk! Szüntesd meg a szakadásokat a keresztények között, hogy megvalósuljon a testvéri egység mindazokkal, akiket összeköt az egy keresztség. Hallgass meg, Urunk! Áld meg, Urunk, hazánkat és mindazokat, akik népünk életének megújításán dolgoznak. Hallgass meg, Urunk! Add meg, Urunk, a megdicsőülés reményét a szenvedőknek és az elhagyottaknak. Hallgass meg, Urunk! Újítsd meg egyházközségünk életét áldozatkészségben és szeretetben. Hallgass meg, Urunk! Mennyei Atyám, Szentfia föltámadásának éjszakáján örömet ajándékoztál a világnak, hogy a föltámadás hitében éljünk, s így egykor eljussunk fia dicsőségébe, aki ez és uralkodó mindörökkön örökké. Amen. És még lesz egy magyarázat, és utána folytatjuk a szentmisét. Üljünk el. A virrasztás csúcspontja az eukarisztia ünneplése, amely titokzatos módon részesít bennünket Krisztus szenvedésében, halálában és föltámadásában. Ezen az estén mindezek a jelentések különleges hangsúlyt kapnak. Isten népe, újjászületve a keresztségben, hálatelt szívvel mutatja be az Úr áldozatát, és táplálkozik a föltámadt, megdicsőült Krisztussal. Thank you.
mi hogy áldozatul kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vége.
Dicsőítsétek az én emlékezetemben. Ime hitünk szent titkó, Mi
Jézusom, lelke körülött, pásztora, helyén csillanva szemmel szeretett nyájadra, Urunk, mint hálát sírunk előtte, kérünk téged a gondosságos szűzanyám, a magyarok nagyasszonyam közbejárására, adj nekünk a kérés szerzetesi hivatásokat, Jézusunk, adj nekünk a te szíved szerinti, a kérés Most elvégezzük a feltámadási körmenetet, hogy a föltámadt Krisztus dicsőséges megjelenését felidézzük. A körmenet elején a kereszt megy, utána a baloldali patokból a kedves hívek, őket követik a minisztránsok, majd a pap, s végül a jobboldali patokból a kedves hívek. A körmeneten áhítatos lélekkel vegyünk részt, és mindenkit kérünk, hogy jöjjön vissza ide a templomba, mert szentségi áldással fejeződik be közös ünneplésünk.
Vigyázzunk, alleluja, alleluja, alleluja.
ünnepet, föltámadt Krisztus örömét és békességét kíván. Kérem most a szentmise után, maradjunk itt is egy pár percig, az ősegyház gyakorlatát felelevenítve, az Abba Péterának szeretett vendégségnél, kocincsunk egymással, én mindenféleképpen fogok mindenkivel, gondolom már mindenki ki van száradva, mint a szahara, hogy a kis innivaló és a kis édesség, sütemény jól fog esni mindenkinek, dicsőtessék a édesvészes. Thank you.